mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amint az írva található Jónás próféta könyvében, Jónás próféta könyvének második fejezetében. Az igét a gyülekezet terjedelmére való tekintettel leülve, kérdőt kérdőt hallgassuk. Jónás próféta könyvének második fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr azonban odarendelt egy nagy falat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás ekkor a hal gyomrában Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, és ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden havod és hullámod átkapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatod többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínán fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult fölöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodban. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jó tevőjüket, de én hála éneket zenve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Amen. Isten tegye áldottá az ő igényének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, hasonlók fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy mi is kiálthatunk hozzád úgy, mint Jónás. Hogy minden mélységből szólhat, ami kiáltásunknak szabad te hozzád, hogy te mindig meghallod. Köszönjük neked, hogy most is abban a bizonyosságban lehetünk együtt, hogy láthatatlanul vár, de kapcsolatban vagyunk veled. Mert szól hozzád a te igéd, és szól hozzád a mi imádságunk, szavunk, énekünk, lelkünk. Téged dicsérni jöttünk, könyörögni hozzád, hallgatni tanításodat, mert tudjuk, hogy igédben van az élet, az erő, a vigasztalás, a világosság mindannyiunk számára. Kérünk, hagyjad a te igédet, és ne a mi méltatlanságunkra néz, hanem Krisztuson, a te szent fiadon át láss bennünket. Küldd közénk lelkedet, szólj hozzánk Jézus Krisztusért. Az ige hirdetés meghallgatására készülve énekeljük a megkezdett 342-es, nem? A 165-ös dicséret egyetlen versét, ami a korábbi énekeskönyv 151-es számú éneke, a 165-ös dicséret verseként kezdődik, Uram Isten, siess minket! Thank you.
Akik hitvány bárványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hála éneket szemre áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. A gyülekezet foglalja el. Szeretett testvéreim, esztendő utolsó vasárnapján az időérzékelésünk, az elmúlt időszakok értékelése valahogy egy kicsit mindig megváltozik. Nemrég ünnepeltük karácsonyt, ami sokaknak az ünnepben megálló időt, az iskolásoknak ezekben a napokban a szünet végét jelenti. És talán furcsának is tűnik, hogy az év utolsó napja van. A mai istentiszteletre készülve egy olyan történet, Istennek egy olyan igéje szólított meg engem, amelynek van üzenete egy napra, egy hétre, egy évre, de akár egy egész emberi életre levetítve is. Ez az ige, felolvasott ige, Jónás próféta imádsága. Mert hogy Jónás próféta története az Isten-ember kapcsolat lemes kockája. Elnézést kérek azoktól, akik nem használnak ilyet, de mégis azt mondhatjuk, hogy ebben sűrítve benne van létünk és a mindenhatóval való kapcsolatunk. És ha feloldjuk a mindennapokban, ha higítjuk annyira is, hogy nagy távlatokban próbáljuk meg értelmezni és ízlelni, akkor adja ki igazán minden ízét, zamatát és lényegét. Mi történik Jónással? Ismerős lehet a teljes történet is. Jónást elhívja az Isten, és azt a feladatot bízza rá, hogy menjen el Ninivébe, az asszírok nagy városába, és prédikálja a város ellen. Jónás el is indul, ám azzal a feltett szándékkal, hogy elmenekül a feladat és Isten elől. Hajóra száll, a hajó viharba keveredik, és mivel a vihar a menekülő Jónás miatt kerítette hatalmába őket, a hajósok végül kidobják Jónást a tengerbe. Így zuhant a proféta a tenger közepébe, áradat vette körül, hullámok és halok csaptak át a feje fölött. Már azt gondolta, hogy Isten eltaszította magától, már-már életét fenyegette a víz, mélysége és örvény vette körül, hínát vonogott a fejére. Az Úr azonban oda rendelt egy nagy halat, általában tudni vélik, hogy szett fal volt ez, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hajdórában. És Jónás imádságot mond a hajdórában. Ez a leves kocka, az alapmotívum, tele fűszerrel, összesülítve mindent, amik mi vagyunk, Istennel való kapcsolatunkban. Minden napunk, minden hetünk, minden esztendő ezt szenvedi el. Már-már életünket fenyegetik minden, ami körülvesz. Ha nem figyelünk, elveszünk. Ha nem figyelünk, bedarál az élet, mint ahogy mi daráltuk nem is olyan régen a dióta bejövő töltelékhez. Ha nem figyelünk, az idő kifolyik a kezünk közül, nem történik semmi, átcsapolottunk minden hullám, elnyel a mélység, és ahogy mondani szokták, ennyi volt. De minden napjaink képe is ez. Reggel feltelünk, jobb esetben meghalljuk, vagy elolvassuk Isten hozzánk szóló szavát, kinyitjuk a Bibliánkat, de az is lehet, hogy ez sem. Ha elolvastuk, mit üzen számunkra, megmérhetjük este újraolvasva, hogy vajon mit is sikerült érvényesíteni, vagy felfedezni belőle a nap során. De még ha mindez sikerül is, mert nincs kétsége afelől, hogy itt Biblia olvasó, az komolyan megfontoló és imádságban lévő gyülekezeti tagok ülnek. Ha minden sikerül is, akkor is ott van az a törvény, amelynek köréből úgy tűnik, nem tudunk kiszabadulni. Ott van az az általános tapasztalatunk, hogy van miért elcsüggedni nap mint nap. Van miért kétségbe esni. Valóban a halál, az elmúlás, a szomorúság, az életünket fenyegető veszélyek vesznek körül bennünket.
igazság még a tenger legvégén is. Van kire gondolni, az Úrra gondoltam. Van hova fordulni, szent templomodra. Van mit tenni, az Úrhoz kiáltottam a segítségért. És van miben és kiben bízni. És ő meghallgatott engem, imádságom eljutott hozzád, te meghallottad hangomat, mondja Jónás. Bár minden napunk így indul, nyomorúságban, felkerünk, és a gondok, a tennivalók, az aggodalmaink, a kapcsolataink jelennek meg előttünk, nem kell ennek így lennie. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úrtól jön a szabadulás, de nem csak a hétköznapok darálójában, hanem élet és halál határán, a betegségek, a tragédiák, a gyász és a végtelen elcsüggedés mezején is. Mert kedves testvéreim, Jónás proféta, Isten embere, aki végül hirdette Isten ítéletét a nínivelyeknek, és akinek szavára, mert hogy Isten szava volt az, megtért a város, élén a királya. Szóval ez a Jónás proféta engedetlensége következményeként a tenger mélye felé süllyedt éppen, amikor Isten oda rendelt egy nagy halat, és az lenyelve megmentette Jónást. Kívülről nézve szörnyű állapot ez, de éppen ez mentette meg Jónást. Kerülhetünk a halál, a betegség, a gyász körvényébe, ami olyan mélységes, hogy bele kábul a lelkünk. Kiderülhet egy nagy titok, megvallhatunk valamit, ami régóta nyomta a lelkünket, és ott állunk Isten és ember előtt, szédülve a szégyentől, hogy mi lesz ezután. Hatalmába keríthet a végtelen elcsüggedés. Törhet ránk rettenetes anyagi összeomlás. A gondok hullámai átcsaphatnak az ember feje fölött. Támadhat olyan szörnyű lelki zűrzavar, amikor úgy érezzük, a lélek elveszti a talaját, összekuszálódik minden, és nem vagyunk képesek talpra állni. De van kire gondolni, van hova fordulni, van mit tenni, van kiben bízni. Isten óvó keze mindig alattunk van, hogy felkerüljön bennünket. A bűneset óta az Istentől elszakadt ember számára nem az öröm, az áldás, a nevetés, a megkönnyebbült élet a természetes, vagy nem annak kellene természetesnek lennie. Az Isten embere számára viszont megadatik az öröm, az áldás, a nevetés és a megkönnyebbült élet. De adathat mindaz a nehézség is, amiről az imént szóltunk. A hívő ember számára azonban Isten kezénél nincs lejjebb. Nincs olyan mélység, ahol ő ne tudna bennünket felfogni esés közben. Épp ezért van kire gondolni, van hova fordulni, van mit tenni, van kiben bízni, és van kinek hálát adni. Nem csupán véletlenségből húzkált arra egy olyan nagy hal, ami éppen le tudta nyerni Jónást. Isten rendelte oda. Olyan Istenünk van, aki a vigasztalás Istene, aki kiemel a mélységből, és lábunkat sziklára, biztos talajra állítja. Nincs olyan siralmas helyzet, nincs olyan nagy bűn, nincs olyan botrány, amit ne lehetne fölfelé kiáltani, és ahonnan ne jutna fel Istenhez a szó. Még a halál torkából sem késő. Nincs az a fal, amelyik, ha az Úr rákarancsol, kinevetné az ő Jónását a partra. Pláne mióta az ő legnagyobb zsákmányát, Jézust ki kellett adnia magából. Azóta nincs az a mélység, az életnek az a legelkesedőbb és legkilátástalanabb mélysége, amelyből ne lehetne a szabadító Isten karjaiban megmenekülni. Nem uralkodik többé a halál és a gonosz ereje. Van, amit Isten a mélységben hagy. Van, amit a pusztulásban hagy. Mert Istennél van a szabadulás bűneinktől, Istennél van a szabadulás.
akihez eljön szabad, és akinél a szabadulás van. Ha kaptuk ebben az évben áldást, szeretetet, örömöt, nevetést, olyan jó ízűt esetleg, hogy a könnyünk is kicsordult. Ha nehézségeket éltünk át, de az Úr megszabadított bennünket, akkor van miért hála éneket zenve áldani az Istent, akitől a szabadulás jön. Amen. Válaszol a hallott igére, énekeljük a megkezdett 342-es számú dicséret 5. versét, a 342-es számú dicséret a régi énekeskönyv 256-os számú éneke, és 5. verse így kezdődik. Azért téged, Uram, kérünk téged, adj még kegyelmi időt, hogy hozzá térjünk.
vezess minket a múló időben az örök élet felé, és add meg majd azt az üdvösséget, amelyet országokban készítettél a téged szeretőknek, Szent Fiat Jézus Krisztus által. Amen. A csendes perc.